Pálinkás Gábor, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium intézmény vezetője köszöntötte a diákokat a magyar érettség reggelén, és elmondta az alapvető információkat. Kedves érettségiző fiatalok, jó reggelt kívánok mindenkinek, bár volt olyan ember, aki 7:30-ra érkezett már, hogy 8 órakor kezdődik az érettségi, de ez nem csak a gyerekekkel volt így. De ez nem probléma, ennek örülök. Ezen a héten viszont előre szeretném jelezni, hogy minden érettségi 9 órakor kezdődik. Még egyszer elmondanám, bár nem tudom, hogy hányszor hallottátok, gondolom rengetegszer, de még így is van, aki összekeveri ezt a dolgot. A jövő héttől viszont ne felejtsük el, hogy 8 órakor kezdődnek az érettségik, jó? Ezt tessék megjegyezni, mert problémák lesznek. Köszönöm szépen, hogy aránylag időbe ide érkezett mindenki, hiszen a szabály is azt mondja, hogy 1:30-ra legkésőbb itt kell lenni a kezdés előtt. Remélem minden fölösleges dolgot letettetek ott a felkészülő termekbe. Telefon, okosóra senkinél nincs, és senkinél nem is lehet. A következő féleképpen lehet még mindig megszabadulni tőle. Az összes terem előtt van egy asztal, amire kikapcsolt állapotban mind a kettőt el lehet helyezni. Jó? Ha ennek ellenére valaki elfelejti, hogy bevitt mégiscsak magával telefont vagy okosórát, az ugyebár szabálytalanságot követ el, és annak következményei vannak, úgyhogy legyen olyan kedves mindenki figyelni erre, és nem elfelejteni, hogy itt még az utolsó pillanatban meg lehet tőle szabadulni. Aki hallja a nevét, az majd a kollégával bemegy a terembe. Ott lesz egy ilyen kis rövid tájékoztató a feladatsorral kapcsolatban, időkkel kapcsolatban, mikor lesz a megtekintés, azt tessék figyelmesen meghallgatni, bár minden egyes alkalommal el fogják ezt mondani, de jó lenne, ha már az első alkalommal megértenénk, és akkor nem az újdonság erejével csodálkoznánk rá jövő héten csütörtökön, hogy mikor kell megnézni a dolgozatot. WC-re bármennyiszer tulajdonképpen ki lehet menni. Remélem nem is gondoltatok ilyenre, hogy csalás, meg visszaélések, de hogyha menet közben ez netán kiderülne, akkor abban a pillanatban a jegyzőkönyvre fogunk írni egy jegyzőkönyvet, és sajnos ugyan megírhatod a dolgozatot, de utána lesz elbírálva az érettségi elnököt bevonva, hogy milyen következményei vannak ennek, úgyhogy ezt ne erőtessük. Én úgy gondolom, hogy mindenki rendesen felkészült. Szerintem a kollégák is megtettek mindent azért, hogy ti rendesen felkészüljetek. Úgyhogy igazából nekem nincs más dolgom, mint nagyon sok sikert kívánni mindenkinek. Nőtigné Koncz Éva, a gimnázium magyar tanára beszélt az új feladatsorról. Tankönyve követik ezt az elvárást, ezt az új rendet. A fogalom, szótár van minden tankönyv végén, amiből tudtuk őket segíteni, hogy mit kell, tehát pirossal is kiemelve, hogy mik azok a fontos fogalmak, amik az új feladatlapban, a műveltségi tesztben megjelenhetnek. Ugye itt kikerült egy gyakorlati feladattípus, az érvelés, és helyette egy ilyen lexikális tudást mérő műveltségi feladatlap jött be, de a könyvek ezt követik, tehát ez tudatosan felépített rendszernek mondhatjuk a tankönyvbázist, ami erre az érettségire felkészít. A előző évek feladatlapjaiból is gyakoroltunk, és megpróbáltuk a gyerekeknek a gondolatait úgy irányítani, hogy egy kicsit más lesz ez az érettségi. Én, hát az is gond volt, hogy ugye ők 9. osztályban szinte egész évben Covid-ban voltak, tehát az egy kicsit más tanítási módszer volt, más tanulás volt, azt jobban át kellett ismételni még egyszer a 9. anyagot. De, hát igyekeztünk őket segíteni a 4, illetve 6 év során, ugye van egy 4-es meg egy 6-os osztályunk, és hát reméljük, hogy jól sikerül nekik. Soha nem találkoztunk ilyennel. Természetesen a fogalmakat, a lexikális tudást eddig is tanítottuk, tanítjuk. Tehát ez az irodalmi esszé írásában eddig is megjelent, hogy az kaphatott jó vagy jeles eredményt, aki használta az irodalmi fogalmakat, szakszavakat, képben volt, de most ezt még egy teszttel is, tehát egy más típusú feladattal is mérik. És hát a 100 pontos feladatsornak az 1/5, tehát 20 pontot ér ez a feladat, úgyhogy elég hangsúlyos, mondhatni egy jegyet ér ez a műveltségi feladatlap. Tehát kicsit félnek tőle, hogy most 4 év anyagát,
hogyan tudják ők előhívni, és hogyan tudnak ebből minél jobb tesztet írni, úgyhogy hogy ez nagyon nagy újdonság, mert nem csináltunk még ilyet. Nekünk tanároknak is újdonság. A szándék az, hogy egy klasszikus műveltséget kapjon a diák, és ez meg is maradjon neki. Hát ezt majd a jövő megmutatja, hogy valóban sikerül-e ez a klasszikus műveltség kialakítás. A pedagógusok hangsúlyozták, aki munkát és energiát fektetett az előző évek alatt a tanulásba, az biztos eléri a kívánt eredményt.